A chili paprika Észak- és Dél-Amerika legrégebb óta termesztett növényei közé tartozik. Mexikói régészeti leletek szerint már 6000 éve használják a konyhákban. Európában a chiliket kezdetben botanikai különlegességként termesztették, ám hamarosan felfedezték étkezési és gyógyászati potenciáljukat is. Bár Magyarországon még manapság is inkább kuriózumnak számít, mint a konyhák alapvető alkotóelemének, a chili itthon is egyre népszerűbb. A chili paprika termesztéséről és felhasználásának módjáról Erdei Roland kistermelővel beszélgettünk. Már gyerekkorom óta érdekelt a mezőgazdaság, foglalkozik a családunk is mezőgazdasággal, vannak földjeink. Édesapám állatokat is tartott régebben, úgyhogy mindennapos volt nálunk ennek a szeretete. Valamint egyetemi tanulmányaimat Gödöllőn a Szent István Egyetemen agrármérnöki szakon végeztem, mint az alapképzés, mint a mesterképzését is. Így ott még inkább tudatosult bennem, hogy nagyon szeretem az állatokat, a növényeket, a velük való bánást. Így ide vezethető vissza az egész. Maga a paprika termesztés pedig csak az egyetemnek köszönhető, ugyanis diplomamunkámat paprika termesztésből írtam, és olyan mennyiségű volt az előírt kísérleti állomány, hogy nem tudtam, mit kezdjek vele, és akkor édesapámmal kitaláltuk, hogy jó, hát akkor eddig is termezgettünk hobbi szinten magunknak paprikát, akkor dolgozzuk fel és értékesítsük, hogy legalább a költségét a kísérletnek visszaforgassuk. Úgyhogy így indult ez az egész. A chilinek számos pozitív tulajdonsága van. Jótékony hatással van az emésztésre, tisztítja a légutakat, fogyasztó hatása van és fertőtleníti a szervezetet. Ennek ellenére csak az utóbbi néhány évben kezdett elterjedni a magyar háztartásokban ez a fűszernövény. Azt lehet észrevenni, hogy egyre inkább lehet érvényesülni vele, egyre inkább kezdik megszeretni, kezdik megszokni a magyar emberek is magát a chili paprikát. Egyre inkább tudják megkülönböztetni egy sima csípős fűszer paprikától. Nagyon sokan összekeverik, nagyon sokan hasonlítgatták az erős pistához, ugye, ami a nagy magyar kuriózum, az egyetlen, ami olyan nagyon híres. Nem lehet összehasonlítani őket. Kezdik megérteni az emberek, hogy mennyire más a chili paprika, mennyire más ízeket lehet elérni vele, mennyire másképp lehet fűszerezni vele, úgyhogy egyre inkább megkedvelik, hál' Istennek. Roland elmondta, hogy chilit gyakorlatilag bármihez fogyaszthatunk, a lényeg, hogy megtaláljuk, melyik ízvilág milyen ételhez illik. Ízlések és pofonok, ez a tökéletes kifejezésre. Ugyanis ugyanúgy funkcionál, mint egy csípős fűszer paprika, vagy az erős pista, hogy pörköltökhöz, levesekhez, bármilyen ételhez lehet használni, de szendvicsekbe is. Itt annyi különbség van, hogy nagyon sokféle ízvilág van a chiliknél, és nem mindegyik ízvilág passzol bizonyos ételhez. Vannak citrusosabb ízű chilik, vannak a hagyományosabb ízvilágúak. Teljesen emberfüggő, hogy ki mihez, de hál' Istennek szinte mindenhez. Lehet édességhez, bármihez. Azt is megkérdeztük, mivel érdemes kezdeniük az ismerkedést azoknak, akik nincsenek hozzászokva a csípős ízekhez. Hál' Istennek egyre szélesebb a termékpalettánk. Ez attól is függ, hogy ki mennyire bírja, mennyire szereti a csípőset. Én kezdésnek a leggyengébb szószunkat szoktam ajánlani, a tisztítótüzet. Az egy ilyen fokhagymásabb ízvilágú, közepes erősségű csilikből készül. Sok ember még arra is azt mondja, hogy hú, de erős, de annál gyengébb, tiszta csiliből nincsen. Aztán a bátrabbak elindulhatnak a palettán felfele rendesen, mert van választék a világ legerősebb csiliétől kezdve. Mindenféle ízű, minden különlegesebb színű, sárga színű lesznek lassan. Új termékek zöld színű csilivel, úgyhogy amit el tud képzelni az ember, az megvalósítható lényegében. Csípős barbecue szósz fog készülni, mégpedig saját recept alapján, meg az egésznek az alapját édesapám találta ki még évekkel ezelőtt. Egy teljesen saját recept. Mert bele minden. Saját készítésű olívaolajjal készítjük az alapját is. Először meg kell dinsztelni a hagymát.
Ez ugye egy pár percig eltart. De általában, amikor sietek vele, akkor előre kiméregetem így az alapanyagokat, amikor egy ilyen 2-3 óra alatt elkészülök a barbecue-val. Inkább a lassabb folyamat, utána a palackozás, meg hát édesapám szokta utána a kapszulázás, csavarzára tetejére, kapszula, matrica, hogy az minden, ami dizájnálom, az az ő feladata. A főzés az kizárólagosan az enyém, ezt nem adom ki a kezemből. Meg hát ugye egy kidolgozott receptúra alapján megy, gramra pontosan mindenki mérve. Tehát hál' Istennek olyan recept, hogy ha kóstolás nélkül is ugyanazt a minőséget mindig meg tudja főzni az ember. A paprika csípős ízhatásáért egy kapszaicin nevű alkaloid a felelős, ami a szájban elhelyezkedő idegvégződéseket, valamint az ornyálkahártyát és a szemet ingerli. Emellett tudományos kutatások igazolják, hogy a kapszaicin erősíti a szívet és az immunrendszert, gyulladásgátló és fájdalomcsillapító hatása van, illetve kitűnő szer megfázás esetén. A kapszaicin tartalmat egy Scoville skálán mérjük. Ennek a skála számozásán a világ legerősebb chili, a Carolina Reaper, az körülbelül 2.200.000 Scoville erejű, ez a legerősebb jelenleg. Egy magyar csípős paprika, hát nem azt mondom, hogy a listán nem is szerepelhetne, de ilyen nagyon az aljánál, ilyen pár ezer Scoville erőben. Nem is nagyon lehet összehasonlítani, mint említettem, nem is nagyon teszik rá erre a skálára. Erősségbe viszont hát lehet játszadozni tényleg, hogy ki mennyire bírja, mennyire szereti. Szerintem a habanero chili fajtánál kezdődik az az erősség, ami már megválasztja az embereket, és akkor onnan pedig csak rontani lehet a helyzeten tényleg a Reaperig. Lehet gyengíteni a szószokat is, hogy mondjuk a világ legerősebbjével készül, de lehet paradicsomos alappal kicsit lazítani, lehet többféle chilit keverni egybe. Ezt el is szoktam mondani embereknek, hogyha kérdezgetik, hogy hogyan készül, hogy meg szoktam-e kóstolni a termékeimet. Nyilván, mivel másképp nem készülne el a szósz, meg az összes paprikát is nyersen is, meg kell kóstolni, bele kell harapni, hogy milyen íz, mert akkor tudja utána az ember eldönteni, hogy na, milyen ízvilág felé tud elindulni. Kóstolás nélkül nem lehet főzni. A csípőség csillapítására több módszer is létezik. A kapszaicin ugyanis vízben nem, de alkoholban és tejben oldódik. Ezek a praktikák azonban csak fogyasztás esetén hatásosak, a feldolgozási folyamat során nem segítenek, mondja Roland. Tejtermékek segítenek. Nem azt mondom, hogy jók rá, hanem csillapítják valamilyen szinten a hatását. Itt nem feltétlenül gondolok tejre, hogy itt lehet joghurt, tejföl, bármilyen tejtermék. Ne várja az ember azonnal, hogy jó, megissza a kis tejecskét és elmúlik minden fájdalom, mert az biztos, hogy nem, de segít. Én személy szerint én nem nagyon hiszek ebben a javít dologban, mert az erősség, aminél már úgy vagyok vele, hogy na, akkor tejet kell rejni, hogy valami nem segít, hogy akkor ugyanúgy szenved az ember. Itt nem feltétlen gondolok fogyasztásnál szenvedésre, mert meg tudja bántani az embert a chili rendesen feldolgozáskor is, mondjuk egy szárított paprika készítésénél, amikor a levegőbe a chili por száll és az ember szemét szétmarja, köhögtet, az kellemetlen érzés. Úgyhogy talán az egész termesztésben a legnehezebb, a csípőség miatti legnehezebb dolog az a szárítmánynak a darálása. Ez kegyetlen. Most a paradicsom szószt öntöm bele. Éppen. Barna cukor. Egy kis só is megy hozzá. Ezt ilyenkor össze szoktam keverni. Ez a különleges, hogy nálunk minden termék barna cukorral készül.
sima fehér cukrot semmi az nem használunk. Roland a termesztés és a készítés folyamatába is beavatott minket. A szezonja az most indul pont. A napokban, az elmúlt hetekben kezdődött nálunk a vetés. Ugye az egész a vetés folyamatával kezdődik. Különleges körülmények között bizonyos hőmérsékleten, páratartalommal, fényviszonyoknál vetjük el a magokat. Ugye egy fontos az év eleje nagyon, hogy nagyon nincs is úgymond pihenés az embernek, mert a december elmúlnak az ünnepek, a január már a január végével vetés, de a január hónapban el kell tervezni, hogy mit szeretnénk egész évben, termékeket, milyen paprikákat, mert ugye amit most teszel az ember, csak abból tud élni utána. Úgyhogy elkezdődtek a vetések, belső helyiségben, egy szobában, keltető berendezésben tartjuk őket április vége, május közepéig, és utána kerülnek kiültetésre szabadföldbe, vagy fólia alá. Ez alatt egyszer minimum, de inkább kétszer kerülnek nagyobb méretű cserébe átültetésre. Próbáljuk minél többször elvégezni ezt a folyamatot, hogy ne feltétlen csak gyökérre termeljen a növény. Így májusba kerülnek kiültetésre, és akkor utána indul az igazi szezon. Először a rengeteg gyomnövény, minden a kártevők, aztán augusztustól pedig a érdemi része, amikor is elkezd teremni a paprika, és akkor szedés, na onnan se kezdve 0-24-es munkába, vagy hajnalba a kötözés, a mindenféle munka, utána szedés, főzés, éjszaka palackozás, matricázás, hogy ez sok ember munkáját veszi igénybe. És akkor utána lemegy a szezon november végével, akkor pedig átfordulunk az értékesítésre. Akkor januárig van egy kis időnk a partnerekkel, az eladásokkal foglalkozni, a fejlesztésekkel, jövő év tervezésével, és kezdődik utána előről. Ez tavaly készült ez a keltető szoba. Ezt édesapámmal készítettük. Ugye itt az a lényeg, hogy 3 polcon lehet termeszteni, és megadott fényviszonyok között hőmérséklet, például ilyenkor keléskor ilyen 28 fok körüli hőmérsékleten tartjuk folyamatosan, ugye digitálisan látjuk, hogy most éppen 27 van ugye nyitogatások miatt. Ugye szakaszosan vetek, múlt héten indult körülbelül egy hete az első része, tegnap előtt volt a második hullám, és a nagyja, a gyengébb paprikák pedig majd csak ilyen március körül lesznek elvetve, így is be fogják hozni azt a elmaradást, ami az erősebbekkel van, mert ugye minden fajtának más a tenyész ideje. Ugye ez azt jelenti, hogy van, ami vetéstől számítva hamarabb kezd el teremni, érni, van, ami sokkal több időt vesz igénybe. Minél erősebb egy paprika, annál kényesebb, annál nehezebb a termesztése is. Például látszik, hogy a bal szélső sor milyen szépen ki van kelve, az például a piros moruga paprika, ami a világ egyik legerősebbje. Annál például nagyon boldog vagyok, mert ez az egyik fajta, és nagyon szép kelési arányjal indult, hál' Istennek. Bár itthon, főleg vidéken még most kezdenek elterjedni a csilis termékek, az emberek egyre nyitottabbak az új ízek iránt. Őstermelő, kistermelőként foglalkozok jelenleg a csili paprika termesztésével. Itt a elég kemény szabályozások vannak, lakóhely 40 km-es körzetében lehet csak értékesíteni, hogy vannak ilyen kis érdekes dolgok. Megnehezíti a törvénykezés az életünket, de próbálunk minél jobban terjeszkedni. Ugye Pest hivatalosan a központ értékesítésben. Ott nagyon más az emberek felfogása, ott kimondottan keresik a csilis termékeket, ott egyszerű a terjeszkedés. Még a Dunántúl is másabb, Kelet-Magyarország már egy másik kategória. Nehéz egy kicsit kiszakasztani az embereket abból a megszokott környezetből, hogy van a szegedi, és a többi fűszerpaprika csípős és nemes verziója, hogy más ízek is vannak, árérzékenyek az emberek. De próbálkozunk minél jobban, és egyre több sikert el lehet érni, úgy érzem, mint ahogy említettem, és megváltozik az emberek felfogása szép lassan, és kérik a csilis termékeket. Ez a csodánk, amit nagyon szeretünk, ez jelenleg, ahogy fel van szerelve, ez egy passzírozógép. Ugye
szezonban paradicsomot szoktam ide betölteni, és akkor ez a daráló rész szépen lepasszírozza. Itt kifolyik a tiszta paradicsomlé, itt pedig a héj, a csuma rész. Van egy másik része is a gépnek, amit hogyha úgy szerel össze az ember, ez pedig akkor a daráló fej, ugyanúgy ide lenne felszerelve, ezzel pedig ugyanígy a fenti beöntőnyíláson a nyers paprikát mosás után, csumázás után, ha kell, beletöltöm, és akkor szépen ledarálja nekem, ezután kerül fel a csiliszósz főzésre, hogy mindig a darálással indul a folyamat. Hát ez a gép, ez nagyon megkönnyíti a munkát. Főleg így, hogy multifunkcionális, hogy cserélhető fejjel, egyszer passzírozva, egyszer daráló, meg a méretei miatt nagyon gyorsan lehet vele dolgozni. Ilyen, hogy van rendesen hangja. És akkor ugye itt, ahogy forog, itt dobja ki a paradicsomot, vagy a chili sauce-t is így szoktam passzírozni, itt pedig a héjat. Az egésznek a kezdeténél édesapámnak volt egy saját kidolgozott chili sauce alapja. Az az Inferno. Ezzel indultunk el, és akkor úgy kezdtünk el utána saját magunknak kísérletezgetni, milyen íz, falusiasabb, vidékiesebb ízeket, legyen extrémebb íze, minél színesebb legyen. Az új termékeknél pedig hát folyamatosan próbálunk mindig újat mutatni. Tényleg az ősz is olyan volt, hogy minden hétre jutott volna valami újdonság, úgyhogy így nehéz volt megállnunk, hogy most is az egyik új termék, ami lesz februárban, hogy ne vezessen be már novemberbe a forgalomba vagy decemberbe, de mind saját kísérletezgetés, sok óra hossza a konyhába, a kis mennyiségbe kotyvaszt az ember, kóstolgatja, ebből egy kicsit több, ebből egy kicsit kevesebb. Vagy van olyan, hogy na jó, azt felejtsük el, ez nem eladható íz. Aztán most pedig elindultam egy olyan világ felé, ez a zöld színű csilivel, hogy inkább az egészségesebb, hogy cukorbeteg emberek is fogyasztható csiliket ehessenek, vagy esetleg sportolók, akiknek ugye nagyon oda kell figyelni az étrendre, hogy milyen cukros ételeket ehetnek. Most egy kicsit ilyen világba indulunk el, de az alapkoncepció nálunk az nem az, hogy nagyon sokféle csilink legyen, hanem hogy nagyon sokféle csilis termék. Ezért van csípős paradicsomszósz, gyömbéres csilis karácsonyi almakörte szósz, csilis olívaolaj, csilis méz, ugye az egyik új termékünk, ami igazániból az elég különleges, mert országos szinten is egyedülálló házi termelői repceméz az alapja, és az van krémesítve, és csili kivonattal van keverve. És tényleg akár teába is lehet tenni, hogy annyira minimálisan pikáns teába, süteményekhez, de magába is, beteges influenzás időszakban tökéletes. Úgyhogy inkább arra felé terjeszkedünk, hogy minél több csilis termék legyen. Ez pedig a szárítógépünk. A nyers paprikát szoktuk ebbe szárítani. Ugye nem annyira egyszerű folyamat az, mint ahogy gondolják az emberek. Ugye, hogyha nagyon nagy meleg van, meg lehet próbálni a szabadban is kiszárítani a csilit. Tökéletesen funkcionális, de amikor már ősszel, szezon vége fel, akkor már nem egyszerű. Ugye nagyon vigyázni kell, hogy ne bepenészedjen. Úgyhogy ezért vásároltunk egy ilyen szárítógépet. Ennek az a lényege, hogy itt lehet betölteni. Jelenleg is van benne szárítandó paprika, és akkor több tálca van hozzá, több funkció, ekofunkciótól kezdve mindenféle külön paprikákra be tudom állítani, hogy hány fokon, hány percig, hogy szárítson, és mindent magának kezel a gép. Úgyhogy lényegében ez is annyira megkönnyíti az ember életét, munkáját, hogy csak le kell szedni a paprikát, berakni a szárítógépbe, és ő intézi a többit, csak a készterméket kell kivenni. Rolandot a jövőre vonatkozó terveiről is kérdeztük. Már el van tervezve az egész év 2019. decemberéig, hogy mikor, milyen termék lesz bevezetve. Fejlődés mindig terve van, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Mert a tervek azok készen vannak, kivitelezésre készen, majd kiderül.